Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. A színeket behozzátok a mappából. Előszín, hátszín, hozzáadjátok az egyéni színekhez, amit én már megtettem. És akkor elkezdjük. Nyitunk egy 900x600-as üres lapot. Bocsánat, kérek, az előbb csuklottam. És szűrök, Móramajster, Klúd. Beállítjuk egyszer a színeket, tehát előszín, hátszín. Na most itt a beállítások 100-100 az marad, a 3-ast átállítjuk 1-esre, a 0 marad, utána jön 20, utána mínusz 40, mínusz 10, 30, nem 40, mert 30, és 4. Tehát 101, 0, 20, mínusz 40, mínusz 10, 34. Oké. Okay. Szűrök, elmosás, körkörös elmosás egyszer. És még egyszer szűrök, elmosás, körkörös elmosás. Oké. Okay. Na most a mappából behozzuk. Van egy olyan, hogy levelek és lepkék. Kimásoljuk. Ide beillesszük új rétegként. A beállításokkal adunk neki egy árnyékot. Hát hagyjuk ezt a 7-7-80% és 7. Oké. Okay. Árnyék egyesítés, szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítem. Szűrők, domborítás, domborítás egyszer, és szűrők, domborítás, domborítás, hát nem, hagyjuk csak egyszer a domborítást. Na most szabad átalakítás, hát tegyük 60-ra, majd meglátjuk, hogyha kell valamit még rajta, még kell, tehát szabad átalakítás 90, ha még kell, majd még mindig kell, szabad átalakítás még egyszer 90-re, és most jó lesz. Elhozzuk széről, és réteg, középréteg, függőlegesen középre tesszük. Adjunk neki szűrő, textúra, merített papírt egyszer, és szűrő, textúra, merített papírt még egyszer. Na most vesszük a kijelölőt és a téglalapot, és kijelölünk itt egy ilyen téglalap félét. Elmondom ennek a kézi beállításait. 548 és 39. A szélesség 335, és a magasságunk lesz pedig 540. És leokéztük. Kijelölés növeszt 20-szal, oké. Okay. Behozunk egy réteg új üreset. Megjelenítjük a kijelölőt, és kitöltjük a hátszínnel. Bemenjünk a szűrők, meddi, vibráción 1-1. Itt annyit csinálunk, hogy a leveztől elhállunk a lineszre, és leokéztük. Szűrők, leképezés, kontúr 3D, beállítjuk az előszínt, a hátszínt, szélesség 5, átlátsztalasság 50, bal felső sarok, tompítás, oké. Okay. Szűrők, leképezés, árnyék, mínusz 5, hát csak egyet vegyünk, veszük az 5, 5,
először, oké, és szűrők leképezés, árnyék, most pedig mínusz 5 és mínusz 5, oké. Na most, bemenjünk a szűrők, textúra más, ezt a textúrát a mappába fel lesz téve. Ennek a beállítása 50%, arány 100, domborítás 15, és leokéztuk. Kijelölés elrejtése. Hát mivel, hogy itt van a lepkénk a kereten, ezért rálépünk az első rétegünkre, és ezt a lepkét innen kitörölöm. Most visszalépek fejűre, és egy kicsit nézitek, elhelyezem közép, hát legyen középen, és a keretet elhozom egész ide a levélnek a széléig. Na most, veszem újra a kijelölőt és a téglalapot. Most a keretnek kívül kijelölöm, rálépek a háttérre, és ezt megkettőzöm. Szűrök, elmosás, Gauss elmosás 50 pixellel. Oké. Okay. Most bemenjek a szűrők a Filter Unlimitedben. Itt van a VM Natural Acid Rain, és ennek a beállításai lesznek 41, 255, 80, 128, 126. Apli. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr. 5 pixel, de a külsőnél a pipát kivesszük. És kijelölés elrejtése. Adjunk neki szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítem. Oké. Okay. Na most rálépek a háttérre. Bemenjünk a szűrők, Meti, Wavilab, vagyis nem, Zortinti lesz. Itt ráállunk 150-től 300-ig, marad a 150 és a pluszra. És oké. Okay. Szűrők, elmosás, Gauss elmosás, hát 25 pixel elég lesz neki. Így, oké. Okay. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük, és bemenjünk a szűrők, az AFS Import Square Border 2, a 141-et 38-ra kell állítani, kéne, és ó, de jó, eltaláltam. 38, 34, 215, a többi mind nulla, oké. Okay. Most szűrök, simple, quick tile, apply, szűrök, élesítjük, élesítése. Ennek a háttérnek adjunk szűrők, textúra, merített papírt egyszer, és szűrők, textúra, merített papírt még egyszer. Fellépek arra rétegre, ahol a levelem van, és adok neki a beállításokkal ugyanezt az árnyékot, oké, okay, és árnyék egyesítés. Na most, ez már nem kell nekünk. A mappából behozzuk ezt a dekort, kimásoljuk,
ide beillesszük új rétegként, feltesszük a kereten felül, és egyszer szabad átalakítással veszem 80-ra, most pedig réteg méretezéssel az arányok megtartásánál kiveszem a pipát, elkezdem ugyanakkora méretezni, mind a, látjátok, a keretem. Tehát ne lógjon ki. Na most rögzítjük, átlátszatlanságot tegyük 80%-ra, és szűrők élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítem. Ezt a réteget elhelyezem a keret alá. Na most itt más nincs hátra, mint hogy réteg, egyesít minden réteggel. Kép, külső keret, adunk neki 2 pixelt az előszínnel. Így. Kép, külső keret, 50 pixelt a hátszínnel. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 50, szűrők, leképezés, kontúr 3D, hagyjuk ezt a beállítást, és leokéztük. Kijelölés elrejtése. Tehát ezt is bezárjuk, a következőkben behozzuk a csajt, nagyon szép csajt, de ha tudnám, hogy kitől van, még szebb lenne. Ezt kimásolom, ide beillesztem új rétegként. Na most a csajt úgy helyezem el, hogy itt hátul ez a levélnek a sötétsége ne nagyon látszódjon. Tehát így. Hát körülbelül így elhelyezzük a csajt. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel. A beállításokkal pedig adok neki egy árnyékot, 5, 50 százalék, és egy 25-ös sugár. Oké, okay. Árnyék egyesítés, és újra beállítások árnyékolás, de most mínusz 5, és mínusz 5, oké, okay. És árnyék egyesítés. Tehát a csajunk se kell már, na most pedig behozom a szignót, kimásolom, beillesztem új rétegként, elhozom ide a lóra, itt a normált fényességre teszem, adok neki a beállításokkal egy árnyékot, egy, száz, egy, átlátszatlanság legyen 70, oké, okay. Árnyék egyesítés, és élesítem mikro 12-vel. Réteg egyesít minden réteggel, és a képet pedig méretezem 800 pixelre. Hát ennyi volt a mai leckénk is. Köszönöm, hogy meghallgattatok, mindenkinek egy kellemes vasárnapot kívánok, sziasztok!